Békés Csabán kezdtem el röplabdázni az általános iskolámban, 5. osztályos koromban. A legjobb barátnőm röplabdázott, és lementem az egyik edzésére. Nagyon megtetszett. Előtte táncoltam, hip-hop táncoltam, de ezt a röplabda miatt abbahagytam. Nehéznek nehéz volt megszokni, mint az, hogy a Békés Csaba nagyon kicsi, Budapestben nagyon nagy, és a közlekedéssel nagyon nem vagyok megbarátkozva. De a többiek segítettek, Dorottival is ugye bele lakok, és segítjük egymást, amiben tudjuk. Szóval szeretek itt lenni nagyon Budapesten. Az erősségem úgy gondolom, hogy az, hogy nagyon lelkes vagyok. Próbálom húzni a csapatot magam után. Tényleg nagyon, nagyon sokat kiabálok a pályán. A gyengeségemnek talán azt tartom, hogy nagyon rá tudok stresszelni egy meccsre. És így van, hogy kapkodok, esetleg olyanokat csinálok, ami teljes zavar. Hát az erőssége szerintem az, hogy fiatalok vagyunk, bár ez a hátrány is, mert ugye nincs rutinunk, de mivel fiatalok vagyunk, ezért nagyon küzdünk, és hajtunk egymásért is. Hát énben változtatni kéne nagyon, hát nem is tudom. Az első az az volt mindenféleképpen, hogy kezdőjátékos legyek, stabil kezdőjátékos. Ez teljesült. Nyitásfogadásban szeretnék nagyon sokat fejlődni, mert tavaly évben is azzal küzdöttem a legtöbbet. Ott, ha rástresszelek, akkor utána próbálkozom lenyugtatni magamat, de nem sikerül, hogyha elmegy egy-két labda. De természetesen mindenben szeretnék még fejlődni. A testnevelés egyetemre járok sportedzői UKJ képzésre. Ez egy másfél éves képzés. Szeretek oda járni, nagyon sokan vagyunk a csoportban, vagyunk vagy 200-an. Megismerkedtem egy-két új baráttal. Szabadidőmben szeretek tévézni, filmeket nézni, sorozatozni, a kedvencem a Trónok harca. Azt nagyon szeretem. Igazából, ha tehetem, akkor alszok két edzés között, és pihenek.